Szevasztok, Simpson és MZ rajongók! Mint ahogy ígértem, jelentkezek a következő motorral. Ne tévesztem meg senkit, ez is piros, de ez egy 250-es RTZ. Ez is 89-es. Érdekessége, hogy most az idén voltunk MN-ras, legnagyobb MZ motoros találkozón, és ez lett a legszebb RTZ Németországban. Nem tudom miért. So, in der Kategorie MZ IDZ 250 Kasaba Beta Gabor nimmt den Pokal dafür mit nach Hause. Sau schwieriger Name, ne? Was? Bela. Ich nenne dich Leila. Alles klar. Ja, da gnäß ich den Körper. Ez nem gyári motor, fel van újítva, de minden porfesta van rajta. Tehát a legkisebb alkatrész is. A motor amúgy koszos. Még így hoztuk Németországból haza. Szeptemberbe. Gyönyörű felnik, küllők, váz. És tudtátok azt, hogy mit jelent az, hogy MZ. Az MZ az azt jelenti, hogy az M betű az motorverk, tehát motorgyár, és az Z az meg az, hogy Csobau. A város, ahol gyártották az MZ-t, ahol a gyár is van most. Csobau. Úgy van írva, hogy Z és SCH. Csobau. Úgyhogy srácok, akkor indítsuk el, próbáljuk ki. Na most gyertek velem és üljetek föl mögé. Egyébként már nagyobb erővel kell megrúgni. Kapaszkodjatok! Tudtátok azt, hogy egy kétütemű motor, az erősebb egy 250-es, mint egy 250-es négyütemű? Igen, egy kétütemű. Magyarul egy 400-as, 600-as motor gyorsul úgy 50-ig, egy ilyen kétütemű jelző. Kicsit meghalt. Más, nyomatékosabbak a két ütemnek. Tehát bőven oda lehet pörkölni egy 600-as, akármilyen másik motornak, ugye a piros lámpánál. Kösz szépen, hogy megnéztétek a videót, kövessetek be TikTokon is. Nézzétek a YouTube csatornámat, és ott is iratkozhatok fel. Hozzátenném még azt, hogy a YouTube csatornán inkább németül mondom a szöveget, de mindig, hogyha németül mondom, akkor magyarul van aláírva, és hogyha magyarul beszélek, akkor németül. Srácok, majdnem elfelejtettem, hogy legközelebb nem ez a Simpson lesz, hanem egy Simpson Schwalbe lesz a következő bemutatók. Sziasztok!